Jó estét kívánok mindenkinek innen Győrből. A páros Steel nemzeti bajnokságnak a küzdelmeiből a női döntővel fogjuk kezdeni a közvetítést, és utána a férfi döntővel fogjuk folytatni. A lányok körülbelül 16 óra 40-kor fognak a táblákhoz lépni. Addig marad ez a kép, és akkor utána jövök vissza a közvetítéssel. Előre is jó szórakozást kívánok mindenkinek. Akkor szépen lassan kapcsolunk is a helyszínre. A lányok éppen a pénzfeldobással döntik el, hogy ki kezdi majd a búra dobást. Döntőjéhez a színpadnál, a döntőben, a Sport DC színeiben Cipó Vivien és Laci Viktória, valamint az ellenfelük a Győri DC színeiben Ihász Veronika és a Békés Csabai Dartsport Egyesület színeiben Ölei Anna Mária. A pénzfeldobást Viviennék nyerték, úgyhogy a búradobásnál ők kezdenek. Tehát Cipó Vivien és Laci Viktória a Sport DC színeiben, és Ihász Veronika és Ölei Anna Mária és a Bull megvan, úgyhogy a fognak egymás ellen mérkőzni. Vera fogja kezdeni a mérkőzést egy gyönyörű szép 20-assal. Az is a 20-as szektorban van. És az pedig a triplában, úgyhogy 100 az első dobás. Nézzük, hogy Vivien mivel válaszol.
Egy 20-as, még egy 20-as. És nézzük a harmadik, hol fog landolni. 60. A Tobás mind a három szépen ben volt a 20-as szektorba. Panka is gyönyörű szépen eltalálja a 20-as szektort. Victoria egy 1-essel. Az már szerintem benne van a tripla 20-asba. Igen, benne is volt, 79 a dobott érték. Veronikától a megszokott erős koncentrálást láthatjuk. Lendületesen eldobott nyilak. Nehezen tagadhatná kézilabdás múltját. Nagyon erőteljesek a dobásai, szinte belefúródik a táblába a nyila. A hegy szinte ki sem látszik a szizálkender közül. 78-al folytatja közben Vivien, és ezzel 284-re kerülnek. Panka egy tripla ötössel fejezte be, ezzel így 36. Veronika egy százassal már 160-as kiszállóra kerülhetne, de Victoria 95-tel 189-re, mert állnak az első nyira az ötösbe. A másik sincs benne a tripla 19-ben, nem jött össze a váltás. 43-mal 217-en. Előnyben a Cipó, Vivien, Laci, Victoria páros. Egy tripla 1, egy 20-as. És egy 5-ös. 28 lett a dobás, 161, nagyon magas kiszálló. Pankának is az lenne a feladat, hogy kiszállóra juttassa a párosukat. 60-nal le is értek 157-re, nézzük, hogy Victoria meg tudja oldani ezt a 161-es kiszállót. Ebből már 80 letudva. 99 lett a vége, és ezzel 62-n vannak. Veronika 157-re, ezzel a dobással már ugye eldőlt, hogy ebben a körben nem lesz befejezés. 40-nél tart. És egy 19-essel 59. Viviennek 62-t kellene megoldania. Megvan a tripla 10, és nézzük a dupla 16-ot. Az egy kicsit alatta, kiáll, hogy jobban lássa a szektort, és azt meg beledobta a szektorba. Pankának meg kéne oldania ezt a 98-at ahhoz, hogy övék legyen az első leg. 59. Tibit is megtréfálta egy kicsit ez a dobás. És nézzük a dupla 8-at. Az pedig benne van. És az első leget Cipó Vivien és Laci Victoria nyerte. És a másodikat is ők fogják kezdeni. Egész pontosan Vivien kezdi. Viviennek nagyon elegáns dobása van. Pontosságról nem is beszélve. Egy százassal kezd. Veronika egy 20-assal. Ott a tripla 20. És nézzük a harmadik nyilat. Az pedig átcsúszott az ötösbe, így 85-ös lett a kör vége. Victoria egy tripla 5-össel, egy 20-assal. És nézzük a harmadik nyilat. Az sajnos átcsúszott az egyesbe, és így 36 lett a dobás. Pankának megvan a 20-as szektor. A második egy kicsit alatta, és nézzük a harmadikat. 60-as a dobás. Vivien egy 20-as. Egy 19-es. És megvan a tripla 18, és ezzel 93 a dobás. Nagyon szépen megvoltak a szektorok, még tripla is volt benne. Veronikának ebben a körben nem jött a tripla, úgyhogy 59-el fejezte be. Viktóriának nagyon érdekes dobása van, de ez nem megy a pontosságnak a rovására. 87-es volt a dobás. Második nyira szépen benn volt a tripla 20-asba, ahogy Pankának is a harmadik. Ő 85-tel 212-re juttatja le párosukat. Viviennek az első nyila egy kicsit ferdén áll a táblába, le is váltott a 19-esre. Ahol szépen eltalálta a szektort, 58. Veronikának kiszállóra kéne juttatni a párost.
3, 20-assal, 60, 152, 2-n, 130-ra jön. Victoria. És a harmadik gyönyörűen benne a tripla 20-asba. 80 a dobás, és ezzel 50-en állnak. Bankának minél lejjebb kellene menni most, hogy az első az ötösbe landolt. Sajnos nem lett túl magas az érték. Viviennek meg kellene oldania az 50-et. Egy 10-es és egy dupla 20 lenne a megoldás. Egy kicsit alatta. Kiáll, megnézi magának azt a dupla 10-et, és nézzük. Nagyon közel landolt. Veronikának meg kéne oldani ezt a 145-öt, hogy meg is van belőle a tripla. Ott sajnos már nem pottyant ugyanúgy a tripla, hanem egy 3-as lett belőle, úgyhogy már csak a kerekítő marad a végére. Az pedig egy 11-es lett. 74-jel kerültek 71-re. Viktóriának meg kellene oldani a dupla 10-et. Nagyon-nagyon közel, de a 10-esbe. Egy 5-ös is, nézzük a kerekítőt. El is gondolkozott rajta, hogy mi legyen a jó megoldás. És inkább besokal. Ez egy nagyon jó döntés ebben a helyzetben. A 33-on. Vivien inkább, de... A harmadik leget Veronika fogja kezdeni. Cipó Vivien és Laci Viktória 2-0-ra vezetnek. Még mindig nagyon meleg van a teremben, így nem csoda, hogy a lányok is sok-sok ásványvizet fogyasztanak. Viviennek megvan a tripla 20-as. Nézzük a második nyilát, az egy 19-es, és nézzük a harmadikat. Az pedig a 18-asban landolt, így 97 lett a dobás végeredménye. Bankának egy 20-as, még egy 20-as, és nézzük a harmadikat. Még egy 20-as, 60-as a dobás. Viktória egy tripla 5-össel, az sajnos túlkorrigálta, elcsúszott az 1-esbe, szépen levált a 19-esre, 35 a dobás. Veronika egy 20-assal, az sajnos egy 1-es, nem is tetszett neki nagyon. És sajnos azt is az 1-esbe dobta, 22. Ez a 60 közeli átlag egyébként a párosoknál és női mezőnyben egy egészen jónak mondható átlag, ugyanis sokan nem szeretik egyébként a párost, pontosan a megváltozott ütem miatt, hiszen mindenki a saját ütemében, egyéniben a saját ütemében bonyolítja le a mérkőzéseket, itt ugye meg kell várni, amíg a másik eldobja a nyilait, és így kissé lassabb ez a játékmód. Nagyon sokan ezért idegenkednek is tőle. Viszont a döntőbe jutott játékosok bebizonyították, hogy ebben a válfajban is igazán kiválóak. Veronikának megvan a második, nála a tripla a harmadik alatta. 95 a dobás, ezzel 258-on vannak. Viviennek az első nyila elcsúszott. Ki is el belőle, látszott rajta, hogy nem tetszett neki ez a dobás. 19-es meg, még egy 19-es, és ezzel így 50, 255-ön vannak. Anna Mária egy 1-essel, még egy 1-essel, minthogyha oda vonzotta volna az első nyíl, ki is állt belőle, és azt pedig túl korrigálta és eldobta az 5-ösbe. 7 lett a dobás. Igen, ezek a közeli alacsony pontszámú szektorok, ezek meg tudják tréfálni az embert, csak egy pár milliméter tévesztés már is jóval kevesebb a dobott érték. Veronika viszont szépen tripla 19-szel. A második is úgy tűnik, mintha benne lenne. Igen, 121, tehát benn volt a második is a tripla 19-esbe, ezzel 130-on van Ihász Veronika és Öleni Anna Mária. Anna Mária jöhet majd a 130-ra, közben Vivien is egy gyönyörű 140-et dob, és ezzel már is 74-en fel van adva a lecke a győri per Békés Csabai párosnak. Ó, közben nem is figyeltem, gyönyörűen benne volt a két tripla 20, és majdnem meglett az a dupla 5 is. Viktória 9-essel. Ó! 49-el, tehát ez egy búradobás volt. Sajnos nem ment bele.
25 maradt Veronikának. Meg kellene dobni azt a dupla ötöt. Ú, a szomszédos dupla szektor, az túl sok. Viviennek meg kellene oldani a 25-öt, hogy még egyszer ne tudjanak a ellenfél lányai odaállni ebben a legben dobni. Most már csak a kerekítő maradt, sajnos az nagyon felcsúszott, az a második nyíl. 21, a dobás 4 maradt. Anna Máriának meg kellene oldani a dupla 5-öt, az első az 5-ösben. Megvan a kerekítő, és nézzük a dupla 2-t. Az pedig a 2-es szektor kellős közepébe. Nagyon közel, és nézzük a harmadikat. Az pedig fölötte 2-2. Ellen egy jó dupla egy csata. Nézzük, hogy ki oldja meg előbb ezt a feladatot. Az első lehetősége Veronikának van. Fölötte. És a második már benne. Ezzel 2-1-re módosítják az állást. És a következő leget is. Nem, Vivienék fognak kezdeni. Egy 20-as. Nézzük a másodikat. Még egy 20-as. És a harmadik is a szimpla szektorban. Ezzel 60-as a dobás. Veronika is szépen eltalálja a szektort. Azt már sokkal közelebb a triplához. Nézzük, hogy a harmadikat sikerül-e beledobni. 41. Nem, sőt, az át is csúszott az egyesbe, úgyhogy 41 lett a dobott érték. Viktóriának lehetősége van tovább bővelni előnyüket. 60. Szépen 60-assal, 60-60-as. Anna Mária két 20-assal kezd. Egy 5-össel, 45. Előnyben a sportdécés lányok, főleg úgy, hogy Vivien az elsőt a triplába helyezi. Mint hogyha a második is benne lenne. 99, nem volt benne, akkor az a 20-as szektor alatt. Tripla 20-as szektor alatt volt, 99. Veronikának se jönnek a nagy értékek. Lent is egy 41. Ezzel ebben a legben óriási előny. Viktóriáéknál. 21. Egy kicsit most faraghatnak belőle, hogyha Anna Máriának sikerül egy jó dobni. Mondjuk még egy tripla kellene. Aj, nem jött össze. 60-as. Ezzel egy kicsivel közelebb kerültek, de még mindig óriási az erőjük a sportdécés lányoknak. Vivien egy 20-assal, még egy 20-assal. És azt egy kicsit kiemelte, nem esett bele a tripla szektorba, 60. Ezzel már 201-en. Veronikának sem jön a tripla. Szintén 60-as a dobás, 254-en. Nagyon közel a triplához. Talán ennél közelebb nem is lehet dobni. 60. És a két nyíl mellette, 60-nal 141-es magas kiszállón. Kellene az a tripla, kellene. Nem jött. 60-nal 194-re, ami még nem kiszállón. Vivien 141-jel fogja folytatni, egy 20-assal csökkenti, majd egy 1-essel. És még egy 20-assal 41-100, akár két nyugból is meg lehet oldani, biztos, hogy oda fognak tudni állni, hiszen 194-en állnak a győri Békés Csabai páros tagjai. Megvan a tripla 20, nézzük a duplát! Alatta is, dupla 10. Ó, az pedig fölötte, pedig annyira gyönyörűen benne volt az első tripla, én már vártam volna, hogy Tibi bemondja. Hogy megvan a leg 45-tel 90-re. Ilyennek meg kellene oldani ezt a dupla 5-öt. Most egy kerekítő kellene, mondjuk egy 1-es. Az is megvan. És nézzük a dupla 2-t. Az pedig alatta. 6 pont. Veronika 90-re fogja folytatni. Egy 5-ös. Nézzük a tripla 15, nem tripla 19. Próbált lenni, de egy 3-as lett belőle. 50-nel, 40-re kerekített. Ó, az pedig a 15-ösbe landolt. Sajnos ezzel így nem lett meg ez a leg.
Anna Máriának az első fölött, a második belepottyant, és nézzük a dupla tizet. Az pedig, ha jól látom, egy dupla. Dupla. Vivien pedig 4-re, dupla 2-re fog dobni. Ó, az pedig a 17-esbe csúszott. Veronikának dupla 4-jel kellene megoldani ezt a 8-at. Fölötte. Az bele a 4-esbe. És... ezzel a harmadik nyillal megvan a második leg Veronikáéknak is, és ezzel 2-2-re módosítják az állást. Az ötödik leget Ihász Veronika fogja kezdeni. Egyes megszokott mozdulatból egy rontott dobás után láthatjuk, hogy újra ráfókuszál, és jól is tette, hiszen a másik kettő nyíl már egészen kiváló helyre ment, így 81-et dobott. Ennek az első nyíl átcsúszott az ötösbe. Ha jól látom, az is az ötösben van. És még egy 20-as rá, azaz 30 a dobott érték. Megvan a két 20-as. A harmadik sajnos az egyes, beszáll 41 a dobás. Két 20-as Viktóriánál. És egy harmadik is, 60, ezzel 411-re. Értek le a sportdész és lányok. Hát ebbe volt minden gazdagon. Azt, ha jól látom, még fölötte van, pedig még közelebb nem lehet dobni ahhoz a tripla szektorhoz. És a harmadik nyíl már benne volt, ezzel 100 lett a dobott érték. Pankej 18-assal. Az szerintem megvan ez a tripla 20-as, meg egy 1-es. Igen, benne volt 79, ezzel 269-en. Dobás. Veronika a 19-esen folytatja, visszavált 20-asra. Az sajnos elcsúszott az 1-esbe. Nem is igazán tetszett neki, szépen visszavált a 19-esre, és ezzel már is 192-re kerültek. A dobás. Viktória egy 20-assal kezd. A második már, ha jól látom, benne van a triplában. 85 a dobás. Veronika 151-re fog következni. Két 20-as. És egy 19-es. 59-es. Egy 103-as magas kiszállót kellene megoldani Viviennek. Ez még így sem megoldhatatlan. Kellene a tripla. Anna Mária 92-re áll oda. A kettest már elintézte belőle. Egy 18-as. És egy 12-es. 32-vel 60-nal. Teljesen egyenlő az állás. Pontban is, legben is. Viktóriának megvan a 20-as. És sajnos nem sikerült a duplát kidobnia. Így Veronika is odaállhat a 60-ra. Nézzük, hogy nekik jobban sikerül-e a megoldás. Az is a 20-asban. Dupla 10 fog következni. És az pedig benne van a szektorban. 3-2-re átvette a vezetést Ihász Veronika és Ölei Anna Mária. A hatodik leget Cipó Viviék fogják kezdeni. Vivi egy 1-essel. Az már benne van a tripla 20-asban. 64. Akkor az első nyíl a tripla 1-esben volt. Nekem csak egy szimplának tűnt. Sajnos az így is úgy is egy nem túlzottan sikeres érték.
Jobb, ha mindegyik a 20-asban van. Így 100 pont. Viktóriának egy 1-es. Egy 20-as. És sajnos még egy 1-es, 22. Anna Mária egy 1-essel, egy 18-assal. Ki is áll belőle. Rákoncentrál, és ott már megvolt szépen. A 20-as szektor, 39 pont. Viviennek az első a triple 5-ösben. Az egy 20-as le fog váltani. Nagyon megbillentette a második nyíl az elsőt, úgyhogy nem akarta, hogy kiessen a táblából, inkább leváltott a 19-esre. És ezzel 54 pontot szerzett. Veronikának az első fölötte van a tripla szektornak, a második az 5-ösben. Kis kinézés, vissza fókuszálás, és még egy 20-as, ezzel 45-ön vannak. Viktóriának egy 5-ös, egy 20-as, és nézzük a harmadik nyilat a 19-esben. 44. Egy 19-es. Ajjajaj, az kicsúszott a kezéből. Azzal pedig eltalálta az elsőként oda dobott nyilat, így 19 pontot szerzett. Hát nem is igazán tetszik neki. Azért Veronika vigasztalja a háttérbe, de foglalkozunk az erőtérrel. Egy 20-as Vivientől egy 19-es és egy 1-es. Ezzel 40 pont. Veronika egy 20-as. Még egy 20-as. És nézzük a harmadikat. 60-as a dobás, ezzel 238-ra kerültek. Előnyben a lányok, bár ezt a kört még meg kell várni. Egy 43. Ezzel fej-fej mellett. Egy 20-as, még egy 20-as, azt elég rendesen kiemelte Panka. Kis matek, és 60, 178-on. Vivien egy 5-össel kezd. Az a 20-as az már szerintem megvan, bár takarja az előző nyíl. 44, ebből most már biztos, hogy benn volt a 20-asban, Veronikának megvan a 20-as. Egy 19-es, meg még egy 19-es, 58-al kerül 120-ra. Viktória, egy... Ojjjj, azzal eltalálta pont a második nyilat, ezzel 25 lett a dobás. Nem láttam pontosan azt az első nyilat, hogy hol volt, de ebből látszik, hogy hát hallottuk az értékből, hogy az első nyilat az 5-ösben volt. 20-as. És lent pedig megvan a tripla 19-es, 80-nal kerekít 40-re. Óriási kerekítő dobás volt az ott a végén. Vivien sajnos nem tudja ezt a 165-öt megoldania. Ha megoldani, pedig nagyon szépen tripla 20-assal kezdte. 95-tel 70-en Veronikának. És első nyírra eltalálja a dupla 20-at, ezzel 4-2-re módosítja az állást. Veronikáéknál a legelőny, most már 2 leggel vezetnek. És az elsőt gyönyörű szépen beledobta a tripla 20-asba. 180! Nagyon szép a kis képzeletbeli 9-es ki is került oda a 321 mellé. Ennél jobban gyakorlatilag nem lehet leget kezdeni. 43-mal csökkentette Vivi pontjainak a számát. Anna Mária egy 1-essel, meg két 20-assal 41 pontot ért el Viktória. Egy 20-as. Még egy 20-as, és nézzük, hogy a harmadik hol landol, az is a 20-as szektorban. Ó, sajnos az egyik az a 5-ösben volt, úgyhogy csak 45 volt a dobás, én 60-nak láttam. 45. Veronikának is 45 a pont. Viviennek az első nyíla sajnos elcsúszott az 5-ösbe, a második szintén nem sikerült a 20-as szektorba. És egy 19-essel fejeli még meg, egy 29 pont. Anna Mária szépen a 20-asba, az sajnos, minthogyha tól billentette volna át az 1-esbe. Az már szépen benne van a 20-asban, 41 pont, 194 ponton állnak. Viktória 60 pontot szerzett,
nézzük, hogy Veronikának sikerül-e kiszállóra, vagy akár egy alacsony kiszállóra kerekíteni. A két 20-as, meg egy 44-jel 150, az elég magas kiszálló, de nem megoldhatatlan. A 324, az sajnos ebben a körben nem megoldható. Egy tripla 5-össel, egy 20-assal. És ott a tripla 20-as, 95-tel azért lecsökkenti 229-re. Anna Mari egy 19-essel. Az, mintha egy 7-es lenne, meg egy 16-os. 42 a dobás. 180-nak. Viktóriának az lenne a cél, hogy minél alacsonyabb kiszállóra, hogy kiszállóra kerüljön, sajnos 25 lett csak a dobás, így nem sikerült kiszállóra kerülni. Veronikának megvan a tripla 19. Megvan a 11-es is, ha jól láttam a szemállásából felfelé nézett. És gyönyörű szépen megdob 108-as óriási kiszállóval Ihász Veronika 2-5-re alakítja az állást. Így az Ihász Veronika ölei Anna Mária páros egy legre van a győzelemtől, innentől kezdve Cipó Viviék nem engedhetnek egyetlen egy leget se a győri Békés Csabai vegyes párosnak. Veronika egy 20-assal, benne van gyönyörűen a tripla. És még egy 20-as 100-zal csökkenti, ezen 401-en vannak. Viktória két 20-assal kezd, és egy harmadikat is rátesz, ezzel 60.361-en. Panka egy 20-assal, még egy 20-assal, és nézzük a harmadikat, az is gyönyörű szépen benne a 20-asba. 60 pontot szereztek, ezzel 341 pontjuk lett. Vivien egy 20-as. Egy 19-es, és egy tripla 19-es, ezzel 96. Veronika továbbra is a 20-as szektort célozza, amit el is talál, 60 pont, 281-en. Gyönyörű volt a harmadik nyíl a tripla 19-esbe. Panka két 20-assal, és még egy 20-as a végén, 60 ponttal 221-re kerülnek. Nézzük, hogy Vivi tripla 20-as megvan, ezzel már a kiszálló biztos, minthogyha a második is benne lenne. Igen, ebből a 13-asból lehetett lenni. 133-mal 50-re kerekít Vivi. Gyönyörű dobás volt. Veronikának az első nyila az ötösbe, az meg minthogyha egy tripla hetes lenne. 45. Pontosan 45, 176, nincs kiszálló. Viktória megengedhetné magának, hogy akár ne ebbe a körbe fejezze be, de megpróbálkozott vele, sajnos nem sikerült. 20 ponttal csökkentette a pontokat, 30-on Pankának minél lejjebb kellene menni. Sajnos ez a második nyila nagyon nem segített, a harmadik viszont igen. Dehogy nem segített, hát benne volt a dupla 20-asban, meg itt nézek. Sajnos az első nyíl az a 15-ösben. Az egy 7-es, és nézzük a dupla 4-et. Ó, az pedig a dupla 13-ban. Nézzük, hogy Veronika megoldja ezt a leget ebbe a körbe, és ezzel megnyeri a mérkőzést. Egy 8-as, ahogy még egy nyíl szükséges a kerekítéshez. Az is megvan, és akkor nézzük a dupla 16-ot a mérkőzésért. Ó, az pedig fölötte. Viktóriának meg kellene oldani a dupla 15-öt, ahhoz, hogy mérkőzésbe maradjanak. Az első két nyíl sajnos alatta, a harmadik meg benne a 15-ösbe. Úgyhogy Vivinek, hogyha lehetősége lesz odaállni, akkor még kerekítünk, kell nézzük, hogy Anna Marinak sikerül, nem. Rögtön a 16-osba az első nyílat, amivel besokal. Viviennek egy kerekítő és egy dupla lenne a megoldás. Sajnos a kerekítő egy kicsit alácsúszott. Az már benne van, és akkor nézzük a dupla 4-et. Az pedig megint, ha jól látom, a dupla 13-ba. Veronikának meg kellene oldani a dupla 8-at,
a mérkőzésért, és ezzel a Steel Nemzeti Bajnokság páros küzdelmeinek női első helyéért repülnek ezek a nyilak? Egy 8-as még a dupla 4 megoldás lehet, és az pedig kívül. Úgyhogy újabb lehetőség a sportdécés lányok előtt, hogy csökkentsék a pontokat. Az meg is van, az a 7-es és a dupla 4 lenne a megoldás. Mint hogyha az is a dupla 13-asba be lett volna, hát ez a dupla 13-as az vonza a nyilakat, ez elképesztő. És dupla 4 lenne a megoldás a mérkőzésért. És ezzel... Gratulálok a győri Békés Csabai párosnak ezért a győzelemért, és a 2018-as év női Steel páros bajnoka címet megszerezték. Gratulálok Cipó Viviennek is, és Laci Viktóriának is a szép teljesítményhez, és az ezüstéremhez. Tartunk egy rövid szünetet, nézzük egy kis vizet, mert rettenetesen meleg van itt fönni, és akkor utána jövünk vissza a férfi döntővel.
és akkor következik a férfi döntő. A srácok már a táblánál vannak. Takács Gábor és Melisek Zsolt, Prince of Darts, Székely Pál és Pálos Tamás, Police Ese és Szombathely, illetve hát Takács Gábor van a Prince of Darts csapatából, és Melisek Zsolt pedig a testújhelyiek kiválósága. 30 a dobás. Pálos Tomi lép a táblához. Nagyon jó kapcsolatokat ápolunk a szombathelyi társasokkal. Pálos Tominak. Bár egy kommentátornak nem illik szorítani, de szorítok neki, hogy minél jobb eredményt érjenek el. Ugye ebben az esetben a minél jobb eredmény egy bajnoki cím lenne. Biztos vagyok benne, hogy Székely Pali többszörös magyar bajnok és Takács Gabi is. 137 a dobás. Nem fogják megkönnyíteni. Páros Tomi dolgát, illetve hát Takács Gábor és Melisek Zsolt. Egy kicsit éppen most értem vissza, még egy kicsit meg vagyok keveredve, de mindjárt becsatlakozok én is a mérkőzésbe. Eddig csak a számot jártattam, és most már teljes 100%-ossággal próbálok a mérkőzésre koncentrálni, ugyanúgy, mint a háttérben ülő nézők. Takács Gabi egy 19-es dobott, aztán egy 20-ast. És ott már benne a triplába 99. Palinak 114-es magas kiszállót kellene megoldania. A tripla megvan. A 14-es is megvan, és nézzük a dupla 20-ast. A gyönyörűen 114-jel az első leget már is megnyerték Paliék, és a második leget is Székely Pali fogja kezdeni. ponttal, a harmadik már szépen benne volt a trukta 19-ben. Takács Gabi egy 100-assal válaszol rá. Pálos Tomi egy 20-assal kezd. Még egy 20-as, és nézzük a harmadikat. Az pedig egy 5-ös lett, 45-ös, ezzel 379-re kerültek. Melisek Zsolti egy 20-assal. Az már szépen benne a triplába, és nézzük a harmadik nyilat. Az pedig egy 100-as. És ezzel 301, 100 után 100. Palinak az első a tripla 20-as alatt, levált a 19-esre, az a tripla szektor fölött, és nézzük a harmadik nyilat. Az sincsen benne a triplába, 58 lett a dobás. Takács Gabi egy 20-as. Még egy 20-as. És még egy 20-as, 60. Pálos Tominak egy 1-es, az már benne a 20-asba, és nézzük a harmadikat. Sajnos az is visszament az 1-esbe. Melisek Zsolti még egy 100-as dobott, és ezzel 141-en állnak Takács Gabival. Székely Paliék 299-en, de ők vezetnek egy leggel. És az elsőben gyönyörűen a triplába, a második is benne a triplába, és a harmadik is benne a triplába, 177. Gyönyörű volt Pali, 122-n állnak. Taki dobott egy bult, nem tetszett neki ez a kettes, 72-vel került 69-re. Pálos Tami, ahogy kell, a 18-ason kezdi, ott is folytatja.
És ott is fejezi be 3-18-as 54-68-on. 69-et kellene Meleség Zsoltinak megoldani az egyenlítéshez. Ebből egy 19-es megvan. A 18-as sajnos nem sikerült, egy 1-es lett belőle, és egy 17-essel 32-re teszi le magukat. Palinak 68-at kellene megoldania, amiből, ha jól látom, akkor a tripla 20 megvan. Nézzük a dupla 4-et. Az egy kicsit fölötte, ki is áll belőle Pali. Rákoncentrál. Meg akarja szerezni ezt a második leget a 2-0-ás vezetéshez. Egy nyíl a kézben. Nagyon koncentráltan dobta el, de sajnos beleesett a 4-esbe. Az egyenlítéshez Takács Gabinak dupla 16-ot kellene dobni. Egy szimpla 16-os, dupla 8, és ezzel megvan a második leggyőztese is, akik Takács Gábor és Meleség Zsolt. Ezzel kiegyenlítettek. 1-1 az állás, a harmadik leget Takács Gabi fogja kezdeni. Egy 20-assal, egy 19-essel, és a harmadik sajnos a 7-esben 46 pont lett a vége. Pali egy 20-assal, még egy 20-assal, és nézzük a harmadikat. Az is a 20-as szimpla szektorba, úgyhogy 60 pont a dobás. Meleség Zsoltnak megvan a tripla 20, a második egy szimpla, és a harmadik is egy szimpla, 100 pont. Pálos Tomi a 19-esre kezd. A második már gyönyörűen benne a tripla 19-ben, és a harmadik a szimplában 95 pont. Megvan a tripla 19 Takinak. A harmadik sajnos. Átcsúszott. Palinak megvan a tripla 20. Egy szimpla 20, és nézzük a harmadik nyilat. A 19-esbe 99-el 247-re, 276-ra álló a Meleség Zsolti. Egy 20-as. Még egy. És az már benne a triplába, szépen egymás fölé helyezgette a nyilakat. 100 pont lett a jutalma, ezzel 176-on vannak. Páros Tomi 57-et dobott, ezzel 190-en. Sem a 176, sem a 190 nem kiszálló. Ebben a körben nem lesz befejezés, a cél minél alacsonyabb kiszállóra kerülni. Egy 20-as, egy 19-es. És a tripla már megvolt a végén, 96-tal 80-ra kerültek Takács Gabiék. Palinak megvan a tripla 20, a második fölötte. A harmadik pedig a tripla 18 irányába, de csak a szimplába ment bele, így 92 pontjuk maradt. Meleség Zsoltinak a 80-at kellene megoldani, abból tripla 20 megvan, és a dupla 10 alatta, és nézzük a harmadik nyilat. Az pedig a hatosban 14, Tamás 92 ponton. Búrra szerette volna kezdeni, sajnos nem esett bele a búrba. Másiknak is egy 13-as 36 ponttal 56-ra. Nézzük, hogy Gabinak sikerül-e ezt a dupla hetet akár egy nyílból megoldania. Ismét valami technikai malőr. Takács Gobi 16-osba dobta a harmadik nyilat. Sajnos a technikai hibák folyamatosan kísértenek bennünket itt a hétvégén. És ezzel megvan a harmadik leggyőztese is. Székely Pali és Pálos Tomi 2-1-re vezetnek ezzel. Pali fogja folytatni. Hát a nagy meleg a technikai eszközöket is megviseli, nem csak az embereket. Tizenhét.
17 lett a dobás. Egy 5-ös. Egy 20-as. 45. És még egy 20-as 45. Pont. Hat van pont. 24-en. Melyisek Zsoltinak megvan a tripla 20-as. Egy szimpla 20-as. Meg egy 1-es. 81 pont. Egy 20-as. Egy 1-es. És nézzük a harmadikat. Megvolt a tripla 19-es. 78 pont. Egy 20-as. Megáll egy pillanatra, Taki. Elkoncentrál. Egy tripla 5-össel folytatja, és a harmadik pedig azért. Pedig vissza a 20-asba. 55 pont. Egy szép százassal folytatta tovább Pálus Tomi. Egy 5-ös, egy 20-as, és egy 19-es 44 pont, ezzel 276 ponton állnak Takács Gabiék. Székely Pali áll oda 246-ra. Egy 20-as, ha jól látom, az egy tripla 1-es. 30 pont lett a dobás. Takács Gabi 19-es, egy tripla 19-es. És egy 7-es, 83 pont, ezzel 193-ra kerültek, ami még nem kiszálló. Nézzük, hogy Pálos Tominek sikerül-e kiszállóra jutni. Két 20-as ebből megvan. És ott a tripla is egy 100-assal, már is 116-on. Melyiség Zsolti 193-ra állhat oda, megvan a tripla 20-as. Egy szimpla 20-as. És a harmadik is benne a triplába, 140 pont. Palinak 116 pontot kellene megdobnia ahhoz, hogy meglegyen számukra a harmadik nyert leg is. Ebből egy 5-ös lett, így már ebben a körben nem lesz befejezés, annak ellenére sem, hogy a tripla 20-as szépen megvan. Egy kerekítő következik, nézzük melyiket választja. A 11-est, ezzel dupla 20 lesz a megoldás, hogyha Takinak nem sikerül az 53-at kivitelezni. A dobás 20 maradt. Tamás 40-re fogja dobni a nyilakat. Az első fölötte, nézzük a második nyilat. Az pedig benne van a dupla szektorban. Ezzel 3-1-re vezet Székely Pál és Pálos Tamás. Az ötödik leget Takács Gábor fogja kezdeni. Egy 20-assal, még egy 20-assal. És egy 5-össel 45 pont. Székely Pali folytatja. Neki is megvan az egy 20-as. Egy 19-es. És egy 7-es, ezzel 46 pont. A mozdulatból látszott, hogy magasabb értéket akart Pali. Elisek Zsoltinak megvolt a tripla 20, egy szima. És a harmadik nyíl sajnos elcsúszott, az 1-es pedig 81 pontot szerzett. Pálos Tomi egy 20-assal, még egy 20-assal, és nézzük, mi a harmadik. Az is a 20-asban, ez így 60 pont. Takács Gabinak is megvan az első 20-as, a második 20-as is. És a harmadik is a 20-asban, 60 pont, 315 ponton állnak. Székely Pali első nyíl a sajnos az 1-esbe landolt. A második a 3-asban. A harmadik már megvan, a tripla szektor 54 pontot adott még hozzá az első négyhez, így 58 pontot szerzett. Elisek Zsolti két 20-ast, meg egy 5-ös dobott, az 45, ezzel 270 ponton állnak. Pálos Tominak nagyon megjött a tömeg, több százast is dobott ebben a körben.
És most pedig egy 135-össel fejeli ezt meg. Ezzel már is 202-n vannak. És 100 ponttal a legmagasabb kiszállóra 170-re rakja le magukat Takács Gabi. Paliék még nem kiszállón, ezzel a tripla 20-assal már igen. Az is a tripla 20-asban, és nézzük, hogy a harmadikat hol helyezi el Pali. Egy gyors számolás. 145 ponttal 57-en. Zsogotinak meg kéne oldania mindenképpen ezt a 170-et, mert az az 57 az nagyon alacsony, ebből az első nyílból kiderült, hogy itt már megoldás nem lesz. 45 pont 125-tön állnak, nézzük, hogy Páros Tomi megoldja az 57-et. Most jöhet a dupla 20. És ez pedig fölöttem. Takács Gabi 125-re. Tripla 18. Az, minthogyha egy 3-as lenne, meg egy 20-as, 77 a dobás. 48-on maradtak Takács Gabiék. Palinak meg kellene oldani a dupla 20-at, hogy ne legyen esélyük Takács Gabiéknak a 48-ra odaállni. A dupla 10 kellene hozzá. Ami nem sikerült. Melisek Zsolt 48-ra. Megvan a 16-os, és nézzük a dupla 16-ot. Az egy kicsit alatta, de nagyon jó helyen. És az egy kicsit vissza lett korrigálva. Itt 16 pontjuk maradt. Pálos Tominak kellene a dupla 5, és ezzel jelentős előnyre tehetnének szert. Sajnos ebbe a körbe már nem lesz kellene a kerekítő. Meg is lett az 1-es, dupla 2 jöhet, hogyha Takács Gabi nem oldja meg a dupla 8-at. Az egy sima 8-as. Az a dupla 4 alatt, és a dupla 2 sem sikerült, sőt az nagyon messze volt, ő nem is tetszett Gabinak. 2 maradt, nézzük, hogy Palinak sikerül-e megoldani a dupla 2-t. Nagyon koncentrál haladta. És ezzel megvan a negyedik győzteslег is Székely Paliénak, Paliéknak 4-1-re vezetnek, és a hatodik leget is Székely Paliék fogják kezdeni. Pali oda is állt a táblához, ugyanazzal a koncentrálsággal dobja tovább a nyilakat. Egy 20-as, egy tripla 20-as, és ez sima, 100 pont, Takács Gabi következik. 41, a harmadik nyíl, sajnos elcsúszott az egyesbe, nem is tetszett Gabinak. Páros Tomi is egy egyessel kezd, egy 20-assal folytatja, és harmadikra már megvan a tripla, 81 pont. Penge Pali következik, egy 20-assal. Még egy 20-assal, és nézzük, hova dobja a harmadikat. Vissza a 20-asba. 45 pont. Takács Gabi 18-on próbálkozik. És 162-t is dob. Óriási gondolat volt ez a 18-as. Mindegyik nyíl oda ment, ahova kellett mennie. 45-tel tud csak válaszolni Páros Tomi, lehet, hogy őt is meglepte egy kicsit ez a 18-as tömegfogyasztás, ritkán szokott előfordulni, de Takács Gabi bemutatta, hogy most hogy lehet ilyet. 45. Pali 230-ról próbál minél alacsonyabb kiszállóra lejutni, ugyis három sima szektorral akár lehet a 170-es kiszállón, de ő inkább 100-at dob helyette, és 130-on Takács Gabi 19-essel, egy 20-assal, és még egy 20-assal 59. Páros Tomi 130-on,
tripla 20-ból még megoldás, de ez lehet, nem volt tripla. És átvált a 18-asra, 54-jel 36-a maradhatott volna, sima lett így 72 maradt. 170-es kiszálló, ugye, ami nincsen benne az első a triplába, akkor abból már nem lesz. A harmadik benne van, és ezzel 70 ponton maradtak, de Paliék fejezhetik be előbb 72-ről. Pali. 12-es, 20-as, dupla 20 lenne a megoldás. A 20-as meg is van belőle, és nézzük a dupla 20-at. Egy gyönyörűen megvan a dupla 20. 5-1-re alakítják ezzel az állást. Ez egy óriási előny. Ugye innentől kezdve már csak egyet kell nyerniük a bajnoki címhez, Takiéknak, viszont 5-5 kellene zsinórban. Nem lesz egy egyszerű mutatvány. 60-as kezdés. Pali egy 20-as. Egy tripla 19-es. És még egy tripla 19-es, 134 pont. Ezzel már is előnyben, pedig hátsó pályáról indultak. Merisek Zsoltinak se jött a tripla, 58 pontot dolgozott le. Nézzük, hogy Pálos Tomi ugyan folytatja. Két 20-as, és a harmadik. Tripla 19-be, 97. Óriási játék. 95-tel válaszol Taki. Százas dobással Pali 170-re kerülhetne. Ki is áll, az első nyíl betakarja a tripla szektort. Az sajnos elcsúszott az egyesbe. Levált. Ott pedig megvan a tripla 19, 192. Sajnos nem kiszálló, de Takács Gabi és Merisek Zsolti még elég magasan járnak. Vár egy nagy dobással azért. És ott is van a nagy dobás, 140-en, 148-on, és már is ők vannak előbb kiszállón. Pálos Tomi 97-re alakítja a pontokat. 18-as, tripla 20-as. És még egy 18-as, 96-tal, 52-n. Palinak meg kellene oldani a 97-et, és ezzel bajnokok lehetnének Pálos Tomival. Nézzük a 97-et. 19-es. Megvan a tripla 18. Belepottyant a 12-esbe, és így 12 maradt. Lélegzett visszafolytva vártam a dobást. Megvan a 20-as és a dupla 16. És ezzel megvan a hetedik leggyőztese is, a Takács Gábor, Melisek Zsolt páros. Ezzel 5-2-re alakították az állást. A következő leget Paliék kezdik. Egy 20-assal. Még egy 20-assal. És a harmadik sem esett bele a triplába, ezért 60 pont a dobott érték. Taki 19-esen kezd, az sajnos átcsúszott a tripla 1-be. És a tripla 20 azért megvolt. A végén 82 pont. Páros Tomi egy 20-assal. Még egy 20-assal, és nézzük a harmadik dobást. Az pedig a 19-es, 59 pontot dobtak. Merisek Zsolti 419-ről indul lefelé. Két 20-assal. És a tripla megvan lent. 97 ponttal 322-re került. Palinak megvan a 20-as. Az alatta. Az első nyílnak, és el is váltotta, 59 pontot dobott. Takács Gabi tripla 18-on, ismétente megcsinálja a tripla 18-as őrületet, mint az előző körben? Nem.
45 pont, 278 ponton ezzel a Székely Pálos duó. Melyiség Zsolti egy 20-as, egy tripla 20-as. És szerintem az is benne lett volna a tripla 20-asba, de a Nyíl sajnos aládobta, így 100 ponttal kerültek 149-re, ami nagyon magas kiszálló, palijék még nincsenek. Kiszállón 60 ponttal sajnos nem is kerülnek oda, 218 pontjuk maradt. 149 pontot kellene Takinak szerezni ahhoz, hogy tovább csökkentse Székely palijék előnyét. Az sajnos nem kiszálló, úgyhogy ezt az 52-t két körből is megoldhatják, de akár egyből is. Nagyon közel a dupla 16-hoz, dupla 8 következik. Az pedig a 8-asba, az biztos, hogy erre a dupla 4-re még oda fognak tudni állni. Takács Gabi még megpróbálkozhat vele, Paliék ugyanis ezt a 169-et ebbe a körbe a dupla kiszállós rendszer miatt nem tudják megoldani. 95 a dobás. Hát, Gabi drótot talált mind a két nyilával, és a harmadik nyilával megvan, és ezzel két pontra csökkentette Palik előnyét, 5-3-ra alakította az állást. 9. leget Takács Gabi fogja kezdeni, azaz náluk az előny ebbe a legbe, mindig a kezdő játékosoknál van az előny, 58 pontot szereztek. Palijék most két leget buttak zsinórban. Zsolti és Gabi kezdenek visszakapaszkodni. Ezt próbálja megakadályozni Pali, és ehhez a 123 egy nagyon jó gondolat. Elisek Zsolti egy 20-ast, még egy 20-ast. És nézzük a harmadikat, 60 ponttal, 383-on, Város Tomi nagyon szép százakat dobált korábban, most is jól jönne nekik belőle egy, vagy akár egy 140, a százas azért megvan, 278, nagyon szépen dob Páros Tomi, háttérben láthattuk is, hogy Pali gratulált neki a szép dobáshoz. Egy 19-es. Még egy 19-es, és nézzük a harmadikat. Az is a 19-esbe 57 pont, ezzel 221-en. Most kellene Elisek Zsoltinak nagyon dobnia, hogy minél előbb közelebb kerüljenek Palijékhoz. Ebből a tripla 20 meg volt, sajnos a második az már tripla 1. Dupla, szimpla 1-esbe. Viszont a harmadik nyíl a tripla 20-ban, úgyhogy 121 pontot szereztek, már is 205. Páros Tomi pedig 145 dob, és ezzel 81-en vannak. Fel van adva a lecke Takács Gabiéknak, ugyanis ők nem veszthetik el ezt a leget, hiszen azzal már lemondhatnának a bajnoki címről, hiszen 6 nyert legig tart a mérkőzés, és 5-3-ra vezetnek. Paliék, nézzük, hogy Palinak sikerül a 81-et megoldani a bajnoki címért. Egy 19-es. A 12-es is megvan, és nézzük a bult. Ó! Fölötte. 49 pont, 32 maradt. Kellene Zsoltinak ez a 80. Egy 20-as. 20-as és dupla 20-as lenne a megoldás. Az pedig átcsúszott az 1-esbe. Nagyon nem tetszett Zsoltinak. Meg is értem, hiszen ezzel meghiúsult a duplára dobás lehetősége. Pálos Tomi pedig megnyerheti a bajnoki címet, hogyha megdobja ezt a dupla 16-ot. Egy 8-as, dupla 12, fölötte kiáll, nagy levegő. Ez annyira sokkal nehezebb, mint az összes többi, hiszen ez a bajnoki címér megy. És az pedig a dupla 9-be, hogyha jól látom, és ezzel 6 pont maradt. Takács Gabinak lehetősége van megoldani a dupla 20-at, és ezzel még inkább fölzárkózni 40 pont előttük.
és ezzel akár 5-4-re alakíthatná az állást. Valami tréfa a tábla előtt, gondolom Gabi 1000%-os koncentrációt gyűjtött, hogy megoldja ezt a dupla 20-at. Ó, sajnos nem sikerült, a dupla egybe csúszott át a nyíl. Nézzük, hogy Palinak sikerül-e a bajnoki címért megoldani ezt a dupla 3-at. És megvan! Ez... Megvártam, amíg Tibi végig mondja. Gratulálok Székely Palinak és Pálos Tominak Szombathelyről. Ők lettek a 2018-as év páros nemzeti férfi bajnokai. És gratulálok Takács Gabinak is, és Melisek Zsoltinak is a kiváló játékért és az ezüstéremhez. Hát ennyi lett volna a győri hétvége. Egy egyéni forduló és egy páros bajnokság. Még egy díjátadó következik a tábla előtt, és akkor utána eltesszük magunkat. Hosszú hétvége volt, kellemesen elfáradtunk, még egyszer gratulálok, és köszönöm a srácoknak, hogy itt voltak, és ilyen kiváló játékkal örvendeztettek meg bennünket. Jó pihenést, jó estét és jó éjszakát mindenkinek. Viszlát!